előbb kéne elszedned balra, így van. Csak itt meg félél, hogy az elejével ilyenkor lekaszálod. Látod? Tehát miért nem akkor szeded egyenes, amikor megjelenik mindkét lámpa? Tiszta? Hát ez jó beszorult most. Ez nagyon kellemetlen. De hát már erőltest. Sajnos várnak, hogy elmenjenek az autók, és kezdjük megint a 45 fokot újra, nem baj. Tehát figyelj, ha megjelenik a két lámpa, ne hezitálj, akkor egyenesbe kell vágni. Tudod? Jaj. Tehát nem láthatsz a szegélybe egy darabot, se hiába oktatják úgy sokan, az az ő problémájuk. Igen, visszatekered, és keresd a 45 fokot a tükör. Látod, még mindig van rés a tükör meg a kocsink. Most nincs. És ez így már biztos, hogy be fog menni. Én azért kicsit megvédelek, mert pici a helyenek az autónak. Igen, nézd hátra. Meg az is lehet, hogy az Opel se áll nagyon közel a szegélyhez, de majd ezt mindjárt meglátjuk. És tudod, nézzék kettőnk között többet hátra. Igen. Hát azért még nem. Hát mikor ér a te lámpád az ő lámpájához? Most. Úgy van, most. Szedítkezésig. Nagyon jó. Így van, így is a képpen, hogy hát igen, nem a te hibád, ez az a pici a hely. Igen, gyere még egy kicsit, igen. Még egy kicsit, és akkor surlóra beálltunk. Egy nulla centire vagy a szegélytől. Kész, oké, nagyon jó. Kinyitom az ér, de nézd meg! Jó. Na. Több sebből vérzik, kicsi a hely ennek az autónak, nézd meg, alig van a hátul is. Nem, nincs több 40 cm, igen. Jó, úgy, hogy mondod a motor eszető már nem látszódik, meg az, hogy ő nagyon közel van a szegélyhez, tudod, az is, így te is közel kerültél, mert azért te hozzá képes viszonyítasz. Talán azzal lehetett volna menteni, ha nem szorulsz rá ennyire közel, hanem egy ajtónyitásnyira állsz. Kicsit közel álltál hozzá, remélem érted, mehetünk. Akkor kintebb lennénk egy picivel. De a korrekció rendben volt. Csak a vigyázz arra a harmadik fogás, mikor mondtad, hogy most szedett balra, az még közeli volt, ott még korai lett volna, igen. Hát is látod, ha nem nyúlsz a kormányhoz, majd most segíts neki, célszerű van itt a kereszteződésnél megállni. Hát nem tudsz, itt nem tudsz segíteni, figyelj, ott, mivel behúzód itt volna egy kicsit, érted ugye? Jelzés balra, és akkor mehetünk. Ez az. Volvos megnyomta a féklámpát, a féket ilyettébe, hát ott viccelek csak. Na, menjünk. Ez most azért leizzasztottalak, nem? Jó lesz. Jó, hát kicsi volt itt. Jobb ott fönt parkolni, tudod a lakóteret? Okosan. Jó. Tudod miért mondom? Balra kell. Nagyon jó. De előtte vissza kell. Jó. Nem, de előtte vissza kell sorolnod. És a mamit mindenképp elengedjük, jó? Kuplunk szalad. Vedd le az irányjelzőt, és akkor szépen mond neki, hogy jöjjön. Ha nem jön, akkor egyes. Nem, vár valakit, jó? Nem baj. Mert hogy neki stop táblája van, a nyolcszög. Na, ez egy elég cumedlis útvonal,